A Rákoshegyi vasútállomás melletti kutyafuttatóban gyűltek össze a helyi app tulajdonosok, illetve a civil szervezeteknek és Rákosmente önkormányzatának képviselői, ugyanis az állatvédelem és a felelős állattartás kapcsán hozott létre április 25-én egy találkozót a 17. kerületért egyesület. Az eseményen jelen volt Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos, aki egyebek mellett a témához illeszkedő jogszabályokat, illetve az azzal összefüggésben álló intézkedések sorát is ismertette. Ezután egy illegális állatviadalnak nem csak a szervezőjét, hanem a résztvevőit is lehet börtönbüntetésre ítélni. Egy csalétek méregnek a kihelyezése is eddig csak akkor lehetett büntetni, hogyha meg is valósult a mérgezés, most már a kihelyezése is büntető törvénykönyves történet innentől. Illetve a szaporítók elleni küzdelem az egy nagyon fontos része a munkánknak. Körbeírtuk a büntető törvénykönyvbe, hogy kit nevezünk illegális szaporítóknak, illetve részre hoztunk olyan jogszabályokat, hogy akár 5 év börtönbüntetésre is lehet ítélni egy állatkínzót. Ovádi Péter továbbá hozzátette, idén is megvalósul majd az állatvédelmi témahét, amely programba tavaly országszerte 1300 oktatási intézmény részvételével összességében 130 ezer gyermeket sikerült bevonniuk a szervezőknek, mindemellett a továbbiakban is biztosítja majd a kormány a civil állatvédő szervezetek támogatását. Dunai Mónika országgyűlési képviselő az állatvédelmi kérdésekben való közös együttműködés jelentőségét hangsúlyozta. Mint fogalmazott, a családok, az érintett szervezetek és a társadalom egészének együttes összefogására van szükség a nemesügy érdekében. Gyerekektől kezdve példamutatással a felnőttek, a szülők, a nagyszülők, a dédszülők. Nagyon fontos, hogy a családokban az állattartás az olyan legyen, ami az állatoknak is és az embereknek is jó, és a szomszédoknak is természetesen. A családokon kívül nagyon hasznosak és nagyon köszönjük a segítségét a helyi rákosmenti civil szervezeteknek. Itt Rákosmentén olyan civil szervezetek működnek, akik az állatokat valóban társként kezelik, és nem csak a saját állataikkal foglalkoznak, hanem Rákosmenti kóborállatok házhoz juttatásával például, és minden olyan felvilágosító tevékenységgel, amely az állatvédelem ügyét szolgálja. Horváth Tamás polgármester a helyi szinten megvalósult rendelkezésekről nyújtott tájékoztatást és rámutatott, a helyhatóság számára fontos az állatvédelem, éppen ezért korábban a polgármesteri hivatal udvarán 2 kutyakennel kapott helyet, amely az elkóborolt állatok számára biztosít ideiglenes menedéket, továbbá az évek során több kutyafuttató létesült kerületszerte, illetve kutyapiszok tárolókat is elhelyeztek a szakemberek a közterületeken. A felelős kutyatartással kapcsolatosan nagyon sok civil szervezet működik a kerületben, köszönjük nekik a munkájukat, de mi is megpróbálunk segíteni ebben, azzal, hogy mint itt is egy bekerített kutyafuttatót létesítettünk, most már 12 darab kutyafuttatónk van, itt is különböző szintek vannak, valahol csak egy sima bekerített rész van, de van, ahol már kutya játszóterek vagy játszóeszközök is vannak a kutyusoknak, hogy boldogabbak legyenek, jobban érezzék magukat, és természetesen szeretnénk ebben majd tovább lépni. Emellett most már 78 kutya edényt helyeztünk ki. Az esemény zárásaként Lambert Krisztina, a Lehetőség Ebb-terápiás Alapítvány kuratóriumi elnöke, a szervezet munkájába nyújtott betekintést, majd kutyás bemutatóra is sor került.